Egyedülálló kiállítás nyílt a Pécsi Tudományegyetem botanikus kertjében. A művészeti kar szobrászat tanszékének 8 hallgatója faszobrászat kurzuson készített munkáiból került egy válogatás az Orchida és Bromélia házba. A munkák alapanyaga egykor mind a botanikus kertből került ki, így egyértelmű volt, hogy a fiatal művészek alkotásai is itt kerüljenek kiállításra. A köszöntő szavak után fuvola szó csendült fel, szintén a művészeti kar 2 hallgatójának előadásában.